Rendőri felvezetéssel érkezik a Mindenki karácsonyfája Pécsi Széchenyi térre péntek délelőtt. Egy vasasi család ajánlotta fel a fenyőt erre a célra. Ez 21 évvel ezelőtt itt tette a lányom, meg a bőm, és azóta a kertünk dísze volt. Hát nagyon sajnáljuk, de kinőtte most már a kertünket, vagy illetve az udvarunkat, és így fölajánlottuk a városnak, hogy nem csak mi, hanem a város gyönyörködjön benne. Szerintem ez a fának a legszebb története. Ezt mondta a felajánló családból a nagymama, aki a téren nézte végig, hogyan kerül a helyére a fa. A látványa a járókelőket is megállította, a gyerekek ámulva nézték a fenyőt. Izgalmas dolog ez az egész, meg hát a karácsony is már közel van, és nagyon várom. Mondta a 10 éves Berta Luisa. A fenyőt daru emelte a helyére. Ez a legkritikusabb rész, hiszen eltörhet a fa, ezért különleges módon biztosították a szakemberek. Most is van ilyen veszélyfaktor, hiszen a fa nagyjából a magasságának a felétől többfelé ágazik, és mindenféle ilyen stabilizáló szerkezetet kellett beépíteni a koronájába, de a kidaruzással semmi probléma nem volt. Most a felállításnál majd újra ellenőrizzük ezeknek a eszközöknek a helyzetét, és akkor minden rendben van, akkor nem lesz gond. A 12 méter magas Mindenki karácsonyfája végül minden gond nélkül a helyére került a Széchenyi téren. A díszek várhatóan a következő hét szerdájáig kerülnek fel rá. Közben az adventi vásárhoz árusító helyeket is megépítik körülötte, így egy hét múlva már teljes ünnepi díszben várja a pécsi főtér a látogatókat.